Ha szereted a csillagokat és a fotózást, akkor ezt imádni fogod. Egy olyan nagyon szórakoztató technikát szeretnék neked mutatni, amivel nagyon érdekes tudományos jelenséget örökíthetsz meg, és amivel nagyon szép színes fotókat tudsz készíteni, nem leesleg egy nagyon jó kis játék, valamint egy jó kis indok arra, hogy pár percet a hideg, de annál szebb téli csillagos égbolt alatt tölthess el. Mondom ezt én úgy, hogy a hálószobám melegéből veszem fel ezt a videót, de pont ez is ennek a technikának az egyik lényege, hogy nem muszáj vele kimennünk a csillagos égbolt alá, elég, hogyha látjuk a csillagokat. A másik hozadéka ennek a technikának, hogy az összes ismerősöd, aki lát téged fotózni ezzel a módszerrel, az teljesen lökötnek fog nézni, és értetlenül fognak állni azelőtt, hogy miért fotózol így. Mutatom. Vajon mit csinálhatok? De előtte becsukom az ablakot, mert nagyon hideg van. Ha fölnézünk a csillagos égboltra, akkor láthatjuk, hogy a csillagok nagyon halványan, de pislákolnak, kicsit, mintha változtatnák a fényességüket. Ez azért van, mert a csillagok pontszerű fényforrások, és azért pontszerű fényforrások, mert annyira távol vannak tőlünk, hogy gyakorlatilag ilyen a Földről nézve egy pontként látjuk őket, hogy ez a pontszerű fényforrásból kijövő fény átadol a Föld légkörén, a Föld légkörében lévő hullámzó légtömegek, mint egyfajta prizma, színekre bontják, megtörik a pontszerű csillagnak a fényét. És ahogy a légkör hullámzik, mi folyamatosan ezt a megtört fényt látjuk, és ezért látunk váltakozó fényességet, váltakozó színeket. Szerencsére a fényképezőgép szenzorával és ezzel a technikával meg tudjuk örökíteni a csillagok pislákolásában rejlő különböző színeket. Egyébként ezt a pislákolást a tudományos nyelv szintillációnak hívja, hát gyakorlatilag ami azt jelenti, hogy nem folyamatos fényű, hanem kicsit így változik a csillagok fénye. Ahhoz, hogy meg tudjam örökíteni ezt a szintillációt, a viszonylag hosszabb záridőt kell váltanom, a gépet manuális módba teszem, ez a kütyű azért van itt a fényképezőképen, mert ezzel tudom fölvenni, amit a kijelzőben látok, most el is indítom. Tehát most egy 33 mm-es optika van a Nikon Z50-es gépemen, közben tényleg megnyitom a kijelzőt, jó. És ez gyakorlatilag 50 mm-nek felel meg a full frame-em. Viszonylag tágra ezt állítottam be manuális módban, és az ISO-t föl fogom venni magas érzékenységre, tehát nem autoizon lesz, hanem csak föltekerem mondjuk ISO 1600-ra. F2-es rekesz az jó lesz, és a záridő, ez a kulcs, a záridőt elkezdem hosszabbra venni, fölveszem egy másodpercre. Most a fókusz témán beállítottam, hogy a végtelenen legyen, kézzel beállítottam manuális fókuszálással, hogy a csillagokra fókuszáljon a gép, erről egyébként van egy külön videó, hogy ezt hogy tettem meg, és most jön a lényeg, így fogok fotózni, mutatom innen távolabbról, ilyen kis hullám mozdulatokat írok le a kezemmel az egy másodperces expozíció alatt, tehát gyakorlatilag direkt bemozgatom a fényképezőképet. Most ott van az Orion, látom az Orion csillagképet, és bemozgatom a fényképezőképet, és nézzük meg, hogy milyen kép sikerült. Ott van egy sok kis ilyen hurok vagy kampó az Orion csillagai által, és nagyon szépen látszik, hogy a csillagoknak a szintilláció által különböző színe van a különböző időpontokban. Tehát azt tettem az egy másodperc hosszú expóval, hogy mivel bemozgattam a gépet, a csillagok csíkot húznak, és ez alatt a csík alatt megörökítem a tized vagy ezred másodperc alatt váltakozó különböző színeket. Még egy próbálkozás. Tehát ott van az Orion, oda tartom a gépet, látom az Oriont, és bemozgatom a gépet, miközben exponálok. Ilyen egyszerű, megint ott vannak a nyolcasok. Most, hogyha a kezem atom biztos lenne, és bármilyen mozgást tudnék beleprogramozni, akkor szép szabályos nyolcasokat tudnék beletenni, de így is nagyon jól látszik. Ez a szintilláció annál erősebb,
minél lejjebb van, minél közelebb van a csillag a horizonthoz, ugyanis hogyha közelebb van a horizonthoz, akkor a fényforrásnak sokkal több légtövegen kell átütnia, és ezáltal erősebb ez a pislákolás. Ezen kívül a vörös fény jobban áthatol a légtömegeken, tehát a vörös vagy pirosas színű csillagok kevésbé pislákolnak, míg a hideg kék-fehér fényű csillagok jobban szintillálnak. Egyébként a hideg kék vagy fehéres fényű csillagok sokkal forróbbak, mint a vörös csillagok. A vörös csillagok, mint a Betelgeuse, azt hiszem csak ilyen 3-4000 Kelvin forróságúak, míg az Orion jobb alsó sarkában látható Rigel csillag, az 10-20000 Kelvin felszíni hőmérsékletű. Tehát, hogyha ilyen 50 mm-nek megfelelő optika van fönt, akkor kb. Az Orion csillagkép az simán bele fog férni, de csináltam ezt teleobjektívvel is, még sokkal érdekesebb eredmény fog kapni, úgyhogy most ezt átcserélem, ezt az optikát, és felrakom az 50-250-es zoom teleobit, ez a kitben jár a Nikon Z50-hez, most ezzel fogok pár fotót lőni. Most itt van az Orion öve egyébként, ez az Orionnak az öve. Itt azt hiszem ez a Rigel, ez a nagyon fényes csillag. Most itt egy másodpercen van az expo. Az ISO-t itt fölveszem, mert itt a fényerő sokkal kisebb. És most csinálok egy másodperces expót, és a gépet direkt bemozgatom. Nézzük meg, milyenek lettek a bemozgatott képek. Wow! Azt a... Eszméletlen jó. Nagyon szépen látszanak a különböző színek. Hihetetlen jó. És ahogy látom, közben már kel fel a Sirius is, és egész közel van a horizonthoz. Ugye a Sirius az égbolt legfényesebb csillaga, a nagy kutya csillagkép legfényesebb csillaga egyben. A Harry Potter filmekben nem véletlenül hívják Siriusnak azt a nagy fekete kutyát. Ha ott kell fel a Sirius, mondott a vasút fölött, ott van, nagyon pislákol. És most... Ebben biztos benne lesz a vasútnak a fénye is. Igen, ott vannak a vasút fénye is. De ott van a Sirius is, és látszik, hogy milyen extra módon színe, és milyen különböző színeket örökítettem meg. Ott van ilyen magenta, meg zöld, sárga, mindenféle színek vannak ott, hihetetlen. Tehát a kulcsa ennek a technikának az, hogy a záridő legyen viszonylag hosszabb, az ISO érzékenység legyen magas, a rekesz legyen tág, és fotózás közben direkt mozgassuk be a fényképezőgépet, hogy a csillagok csíkot húzzanak, és ezen a csíkon, gyakorlatilag ezzel a csíkkal az időt, az időnek a szeleteit meg tudjuk pörögíteni, ezeket az 1000-10 másodperc alatt váltakozó színeket, fényeket rá tudjuk tenni erre a csíkra. Most megpróbálok még párat a Sirius-szal. Ez milyen lehet, ez nagyon tetszik. Hoppáré! Ez nagyon jó. Hát elég érdekes nyomatos, de hihetetlen színekben pompázik. Tetszik. Remélem, hogy tetszett ez az új technika. Biztatlak, hogy próbáld ki a csillagokon, tehát minél közel van a horizont, és minél fényesebb, annál jobb. Ha teleobit tudsz felrakni, az még jobb, viszonylag hosszú záridő, magas ISO, és csak kézzel különböző alazatokat csinálj a hosszú záridők alatt. Ha van pár hasonló képed, akkor nyugodtan oszd meg velünk kommentben a videó alatt. Nem sokára találkozunk, szia!